A ceglédi tulipános tanya területén beindult az élet. A tavaszi időszak frissessége az állattartást és a növénytermesztést is új lendületbe hozta. Nagyon szép tavaszi idő lett, minden újra zöld, nő a fű is itt a homokhátságon is, habár ugye nem olyan szépen, mint az ország más területein, de végre a lovak jöhetnek legelőre. Különösen fontos ez a vemhes kancák esetében, akik ugye most a napokban várják majd a csikóikat, nem csak ők, mi is várjuk, hogy megszülessenek, hiszen olyan csodálatos kis csikók szoktak lenni évről évre a tanyánkon. Ezeket a kancákat tudjuk itt egy közel másfél hektáros területen legeltetni, melyet villanypásztorral már körbe is vettünk, és ezt a villanypásztort ellenőrizzük le, megnézzük, hogy nem hajlott-e rá ág, nem nőtt el föl valami ajnövényzet, vagy éppenséggel minden oszlop a helyén van-e. Ez egy gyors kör, de azért ezt lesétálni időbe telik, és ezt 2-3 naponta el szoktuk végezni, ezt az ellenőrzést. Mivel napelem működteti, azt is megnézik, hogy kellő feszültség van-e, tölt-e megfelelően a napelem, de azzal nincs gond, mert csodálatos napsütés van már itt napok óta Ceglid környékén. Úgyhogy azt gondolom, hogy az akkumulátor tele lesz. És egyúttal, hogyha már kijöttünk ide a vemhes kancákhoz villanypásztort ellenőrizni, akkor egy tavaszi határszemlét is csinálunk, hiszen van itt egy fél hektáros kísérleti parcella, ahol bánkuti búzát próbálunk termeszteni, és tudom, hogy ez a homok, ez nem a búzának a termőterülete, sőt, kimondottan nem szereti, viszont mi mégis megpróbálkoztunk ezzel a fajtával, ez egy régi fajta, a bánkuti búza, különféle érdekes agrotechnikai módszereket bevetve, próbálva minél inkább ökonak maradni, került itt elvetésre ősszel, most pedig már hát gyönyörű, de persze csak az adott éghajlathoz mérten, megnézik, hogy mi újság ebbe a búzába. A lovak számára két helyszín áll rendelkezésre, ahol kedvükre legelhetnek. Azonban az egyik terület nagyobb érdeklődést élvez. Hogy melyik és miért pont az, azt házigazdánk mesélte el stábunknak. Kettő fő rész jellemzi ezt a durván másfél hektáros legelőt. Az egyik egy erdősült tanya terület, ahol egész magas, mindenféle 20 centi fölött lévő egyszikű fűféle van, árva csalánnal. Mégis ami érdekes, hogy a lovak nem ezt a részt választják, hanem inkább ezt a vörös csenkeszes, homokosabb területet, ahol sokkal kisebb még a növényzet. Ennek a hátránya az, hogy tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy most is aszály van, hiába van tavasz és hiába esik az eső, lassan magszárba fog menni ez a csenkesz, és hogyha magszárba megy, akkor utána értéktelen lesz a lovak számára. Viszont egész biztos, hogy ez az alacsonyabb fűféle, ez sokkal ízletesebb, mint ezek a szép 20-25 centis szálak, magas levelek, mert ezt az alacsonyabbat választják, és ezek a lovak egész nap kint ezt a részt legelik, pedig bármikor bejöhetnének ide az erdősült terület vastagabb füvű területére. A terület homokos jellege miatt nehéz itt a növénytermesztés, de ez nem lehet akadály. Megfelelő szemlélettel a gondos gazdálkodó nem csak önmagának, hanem a területen élő állatvilágnak is kedvez. Kihívás itt az élet, kihívás itt a gazdálkodás a homokhátságon, hiszen ezt a homokot vagy megkötjük valamivel, vagy hogyha ezt a homokot nem kötjük meg, akkor ebből ugye probléma van, és a sivatagosodásba roham léptekkel szaladunk bele. A mi búzaföldünk erdőkkel körülövezett területen van, és az erdőnek a funkciója, hogy megfogja a szelet, védi a talajt, ugye eleve attól, hogy a szél nem tud ilyen eróziós munkát végezni, és kis szélárnyékot biztosít a búza számára, de azért így sem 100%-ot. Itt-ott látható egy kis rozsdásodás is ezeken a növényeken, ez ellen semmiképpen gombaölővel nem szeretnénk védekezni, mert szeretnénk egy tényleg ökológiai lisztet a család asztalára tenni. Aztán szoktak benne lenni őzek, szoktak benne lenni vadak, viszont amit én szigorúan figyelemmel tartok, hogy ezek az őzek, ezek sokkal előbb itt éltek ezen a területen, mint mi. Ezek sokkal előbb itt voltak ezen az erdősült legelős részen, mint mi ide költöztünk volna, vagy használtuk volna, ugye mondjuk konkrétan most búza termesztésre a területet. Így a villanypásztorral én nem kerítettem be ezt a fél hektárt, nyugodtan menjenek bele, és egyenek belőle, hiszen ennyit adózni kell, úgy gondolom, a vadvilágnak.
a bekerítés kizárólag a gyepterületre vonatkozik, ami a lovak elmenetelét akadályozza meg, de nem véletlenül ez a fél hektár nincs bekerítve. A Dunántúlt járva mindig elszomorodok vadászemberként, hogy a vad élőhelye lassan nagyon kis területekre van bezsúfolva, mert akár 2-2,5 méter magas villanypásztorokat is látunk, és ezek a monokultúrák végig vannak már kerítve. Én nem gondolom azt, hogy akkora a vadkár, hogy ezt indokolt átegyek.